Ugye már egy különleges rajt került megszervezésre Karcagon, hiszen többször volt már olyan településvárosunk, amikor átfutott rajtunk gyakorlatilag a Tour de Hongrie mezőnye. Többször voltunk már célváros, többször voltunk rajtváros, de ez a mai rajt egy különleges volt, hiszen az első szakasz első rajtja került megrendezésre városunkban, vagyis a nagy rajt, hiszen ezzel indult el az egész 2024-es Tour de Hongrie verseny. Úgyhogy egy nagyon különleges, hiszen itt találkozhattak a csapatbemutató után először kerékpáron ülő világsztárokkal, olyan versenyzőkkel, akiket eddig csak a televízióban lehetett látni a különböző nagy versenyeken, a Giro d'Italia-n vagy a Tour de France-on. Ugye Karcagnak egy saját kerékpáros csapata van, amely csapat egyenlőre nem indulhat ilyen nemzetközi, ilyen magasan jegyzett nemzetközi versenyen, csak kisebb nemzetközi versenyeken, de mindenképpen szerettük volna azt, hogyha tevékenyen részt vesznek a versenyzőink, ezért az amatőr rajt felvezetésében, a nagy rajt elindításában közreműködtek, és hát mindenképpen meg kell említeni, hogy a Karcag Cycling egyik versenyzője, Filutás Viktor, a magyar válogatott tagjaként, mint karcagi versenyző azért ott van a mezőnyben, és szurkolunk érte, hogy nagyon jó helyezést érjen el. Ugye a mai napon itt az Erzsébet ligetben több kerékpáros programon is részt vehettek az érdeklődők, hiszen kihasználva a pumpapályát egy amatőr versenyt szerveztünk gyermekeknek, ahol különböző kerékpáros ajándékokat nyerhettek, illetve csatlakozhattak ahhoz a felvonuláshoz gyakorlatilag, amely a Tour de Hongrie útvonalát járta be, legalábbis ami a településen belüli útvonalat illeti. Elmondhatják így magukról, hogy igazából ők kerékpároztak először az idei Tour de Hongrie verseny lezárt útszakaszán. Az első szakasz 166 kilométeres volt, ekkora a távolság Karcag és az első cél Hajdú-Szoboszló között. A szintkülönbség sem volt különösen nagy, hiszen csak 340 méternyi emelkedés várt a mezőnyre. Több szempontból is egy jeles nap a mai, és én bízom benne, hogy a karcagi versenyzők nagyon eredményesek lesznek a verseny egész időtartama alatt. Érdeklődéssel várjuk az eredményeket, annál is inkább, mivel több világsztár is jelen volt a mai starton, és hát ők is küzdenek az első helyért. Bár sík terepen tekert a karaván az első szakaszon, mégis nagyon sok szurkoló buzdította a kerékpárosokat az út szélén. Természetesen rengeteg magyar, de szlovák, holland és német zászlót is megmozgatott a változó erősségű szél. Az egész térségnek egy nagyon komoly promóció, egy nagyon komoly reklámot mutat, hiszen közvetítik országos és nemzetközi tévétársaságok, és én azt gondolom, hogy egy sportos, aktív tájnak, mint a Karcag és a Tiszató környéke, nagyon jó az, hogyha a Tour de Hongrie meg tud mutatkozni ilyen nemzetközi nagy sportrendezvényeken, és hát öröm volt mindenképpen, hogy Karcagon a kazak főváros csapata, az Asztana is megjelent, és a karcagi kerékpáros csapattal együtt tudott fényképezni. Bízom benne, hogy a karcagi csapat olyan eredményt fog elérni az idei bajnokságon, hogy a Tour de Hongrie jövőre el fog külön indulni. Most már is van karcagi versenyző, és ez nagy öröm számunkra. Az első szakasz elején három kerékpáros kavarodott egymásba, aminek bukás lett a vége. Ennek egyik elszenvedője a háromszoros világbajnok szlovák sprinter Peter Sagan lett, de vissza tudott zárkózni a mezőnyhöz. Mivel az egész világ nézi ezt a kerékpárversenyt, és igazából ez a kerékpárverseny közvetítése az valójában egy ilyen térség marketing esemény, és néha feltűnik benne néhány kerékpáros. Ebből kifolyólag ma az fog történni, hogy az amerikai Egyesült Államoktól Ázsiáig egyébként mindenki látni fogja Karcagnak ezt a sámándobos helyszínét, ahonnan elindult a verseny. Tudom, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhet Karcag városának, mert amikor még nem nagyon látott senki fantáziát a Tour de Hongrie-ban, akkor Karcag városa és az agrárminiszter, innen származó agrárminiszter, az odaállt egyből a Tour de Hongrie mellé, úgyhogy el kell mondjam, hogy nincs egyetlen egy város sem Magyarországon, ahol annyiszor indult volna egyébként a Tour de Hongrie, mint Karcagról, és ezzel nem véletlen. A karcagi emberek már akkor meglátták a Tour de Hongrie-ban rejlő lehetőséget, amikor még Magyarországon szinte senki nem hitt benne. És hát most innen elindult a mai napom, és menni fog a verseny a Tiszató irányába, ami tulajdonképpen a magyar kerékpározásnak az egyik fellegvára lett. Áprilisban most megint csúcsot döntött a kerékpározóknak a száma.
2016-ban a Tiszatónál olyan 20 ezer kerékpáros fordult meg, a tavalyi esztendőben pedig több mint 150 ezer, és szerintem ez még nem a teteje. Az idei évben szerintem még tovább fogjuk növelni a Tiszató körüli kerékpártúrázók számát. A sprint befutó során is történt egy bukás. Azt megúszta az ausztrál Sam Wellsford, aki meg is nyerte az első szakaszt. A 2011-es világbajnok Mark Cavendish hatodikként ért a hajdúszoboszlói célba.